Az új gazdaságélénkítő programnak az a célja, hogy a válság ellenére is elkerülhető legyen a munkanélküliség. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. Gulyás Gergely azt mondta, a szankciók miatt sokkal drágábban tudnak csak gázhoz jutni a vállalkozások, ezért segíteni kell a KKV-kat. A csomag részeként kamatstoppot vezetnek be, meghosszabbítják a Széchenyi kártya programot, és gyármentő program is indul. A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy küzdünk, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót. Így jelentette be a kormány új cégsegítő intézkedéseit a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter szombaton. Nagy Márton azt mondta, folyamatos támogatást kapnak a kormánytól a cégek azért, hogy az energiaválság ellenére is talpon maradhassanak, ezért hoztak három új intézkedést. Az első ilyen a kamatstopp, a lakossági hitelek mellett ugyanis ezentúl a kis cégek hiteleire is bevezetik ugyanezt. Június 28-ai szinten, vagyis 7,77%-on rögzítik a kamatokat. A program november közepén indul, és a tervek szerint jövő júliusig lesz érvényben. Az elmúlt időszakban jelentősen emelte a kamatokat a jegybank, ami nagy terhet rót a vállalkozásokra is, ezért döntött úgy a kormány, hogy befagyasztja a kamatot. Fogalmazott a program bejelentése után a KNTH vezető elemzője. Németh Dávid azt mondta, a kormány intézkedései csökkentik a vállalkozások kiadásait és védik a munkahelyeket. A hét második felében már 15%-ot meghaladó mértékűek voltak ezek a változó kamatok, amihez a szerződések voltak kötve. Ugye ezek növekvő kamatterheket jelentenek a vállalkozások számára. Nyilván azért döntött így a kormány, hogy a vállalkozásoknak a kamatterheit azt csökkentse ezáltal, és gyakorlatilag, hogyha további kamatemelésre is sor kerülne a jegybank részéről, akkor ne nőjön még tovább a kamatteher. Második intézkedésként a Széchenyi kártya hitelprogramon változtatott a kormány, ezzel is a cégeket segíti. Január 1-ig 3,5%-os, azt követően 5%-os lesz a Széchenyi kártya kamata. Az érintett termékek körét pedig szűkítették és áramvonalasították. De gyármentő programot is indítanak, első körben 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújtanak a nagyvállalatok energiahatékonyságát növelő beruházásokhoz. A program keretében elősegítik a cégek energiahatékonysági fejlesztéseit. Budapesten 30%-os, vidéken 45%-os támogatás intenzitással. A gyármentő programra olyan vállalatok pályázhatnak, amelyek minimum 1-200 millió forintos fejlesztéssel bővítik az energiaellátási kapacitásukat. A cégsegítő intézkedés csomag ráadásul jövő héttől tovább bővül. Nagy Márton miniszter szombaton azt mondta, olyan programot is kidolgoznak, amelynek az a célja, hogy gazdasági ösztönzőként használják a bankadót. Elkezdünk gondolkodni azon, hogy a bankadót ne csak fiskális eszközként használjuk, hanem gazdasági ösztönzőként is, és a bankadó részévé tegyük a hitelezési aktivitási kérdéskört, tehát aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet fizet. Ezt a bankszövetséggel együtt a jövő héttől elkezdünk dolgozni ezen a programon. A kormány hangsúlyozza, hogy szankciós infláció sújtja Európát és Magyarországot is, ezért kellett újabb intézkedésekkel segíteni a magyar cégeket. Gulyás Gergely a Kossuth Rádióban azt mondta, az a cél, hogy elkerülhető legyen a tömeges munkanélküliség. Azt látjuk, hogy sajnos a gázár iszonyatos megdrágulása miatt a szankciók következtében 8-szor, 10-szer, 12-szer drágábban tudnak gázbeszerzésre szerződni a vállalkozások, és hogyha ott nem segítünk, akkor szintén tönkre mehet számtalan a vállalkozás, és a tömeges munkanélküliség az országnak még többbe kerül, mint amennyibe kerül az ipari támogatási csomag. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be a három gazdaságvédő intézkedést. Bejegyzésében úgy fogalmazott, megvédjük a magyar gazdaságot, megvédjük a magyar vállalkozásokat.